hangkis elemének tényleg az egész életén végigvonul a szimbólumokhoz való viszonya, részben úgy is, mint életgyakorlatának része, mert szimbolikus gesztusokkal nagyon nagy mértékben tudott élni, és nagyon nagy mértékben tudta például szimbolikus gesztusokon keresztül bemutatni a magyar közvéleménynek, hogy milyen a civil kurázsi például, vagy hogy ahhoz mi szükséges. És hát természetesen az elemzéseinek is nagyon lényeges része foglalkozik szimbolikus jelenségekkel, egészen fiatal korától az utolsó művei. Na most az utolsó műveiben aztán egészen a középpontjába került az érdeklődésének ez a szimbólumok, a szimbolizáció kérdése. Elsősorban, mint egy szimbolikus védőháló, tehát ugye az emberiségnek lényegében a szimbólumok egy pszichikus védőhálót biztosítanak, a világba vetettség, a létbe vetettségnek a szorongásai ellen. Az utolsó 3-4 könyvében mindegyikben erre kitér, és ez nagyon alapkérdés is. Azonban írásaiból az is kiolvasható, hogy ennél egy kicsit még többre gondolta a szimbólumok jelentőségét, és hát ezt azért tartom fontosnak, mert nagyon egybevág azzal, ahogy mi gondolkozunk erről. Én föl is olvasnám itt Elemérnek egy pár mondatát az Ikarosz bukása című könyvből. Azt írja, a költészet kapcsán beszél a szimbólumokról, a költészet két gondolatrendszerrel dolgozik. Van a világnak egy kauzális, racionális, kognitív értelmezése. Az a tudati beállítódás, hogy mindennek van oka, és minden valaminek az okozata. Vagyis, hogy a valóságot szépen ki lehet gombolítani okokozati gondolatmenetek láncolataira. Alapvetően különbözik ettől a másik, az analógiás világértelmezés. Ez vizuális, hangzásbeli, emlék vagy élménybeli hasonlóságokat köt össze. A versekben, például a versekben ez a két gondolkodásmód átvillan egymásba. A rímek legnagyobb varázsa is az, hogy amikor a mindennapi élet dolgai közt csetlőbotló szövegsorban hirtelen felcsendülnek, akkor egy pillanatra, mintha felvillanna a világ mindenség valamiféle rejtett, titokzatos, gyönyörű harmóniája. Majd ugyanitt ennek a könyvnek egy későbbi oldalán írja, vagy viszi tovább ezt a gondolatot. A különböző tudat és létsíkok közötti villódzást korábbi tanulmányaimban az esztétikai élmény alapvető forrásaként elemeztem. De lehet, hogy tévedtem. Lehetséges, hogy ennél jóval többről van itt szó. Lehet, hogy a műalkotásban valamiféleképpen a léten belüli erők kezdenek el villódzani, sugározni, és a fentiek alapján még az is feltételezhető, vagy legalábbis elképzelhető, hogy maga a lét is ellentétes pólusok sokassága közti sokdimenziós vibrálás, villódzás, vagy legalábbis közel lehet valami efféle villódzáshoz. Vagyis az esztétikumban is jelenlévő szimbolikus gondolkodás a valóság lényegi megismeréséhez vezethet, állítja ezeken az oldalakon Hank is, és ezt mi is teljes mértékben így gondoljuk. Azt gondoljuk, hogy ez a két gondolkodás, tehát a fogalmi logikai racionális gondolkodás és a szimbolikus gondolkodás egymást korrigálja. Mind a kettő másra jött létre az emberiség történetében, de a fogalmi logikai racionális gondolkodás, aminek az egész technikánkat, az egész világ megszerveződését köszönhetjük, rendkívül mértékben leegyszerűsít, a valóságban ugyanis nem ilyen összefüggések vannak, ahogy az ember a fogalmi gondolkodásban ezt használja, hanem ennél sokkal összetettebb, sokkal komplexebb a világ, egy holisztikus megközelítéssel egészen más arcát mutatja, és a szimbolikus gondolkodás mindig ezt a korrekciót viszi be, hogy a fogalmi logikai gondolkodás leegyszerűsítéseit korrigálja. Na most az egész mögött, az egészet nagyon fontosnak tartjuk, mert úgy gondoljuk, hogy egy olyan paradigmaváltás idejében járunk a 21. században, amikor a több évezreden át uralkodó fogalmi logikai gondolkodást, amelynek csak egy korrekciója volt a szimbolikus gondolkodás, föl fogja váltani egy olyan korszak, amiben uralkodni fog a szimbolikus gondolkodás, már pedig azért, mert a fogalmi logikai racionális gondolkodásnak az majdnem minden részét át lehet adni a komputereknek. Tehát a mesterséges intelligencia ezt tökéletesen át tudja venni. A szimbolikus gondolkodást egyelőre legalábbis nem. Tehát az embernek a tere ott nyílik, tehát ott nyílik igazán tere a szimbolikus gondolkodásban, aminek beláthatatlanul nagy lehetőségei vannak. Na most az egész mögött szemléletileg végül is az húzódik meg,
hogy az embernek az alapvető fajspecifikus tulajdonsága az, hogy individualitásokban létezik. De az individualitások nem öncélúak, hanem ennek az emberi fajnak ugye az a sajátossága, hogy minden egyén tulajdonképpen máshogyan él. Úgy szoktuk mondani, hogy minden ember az emberi fajnak egy felderítője, ami egy sajátos terepre van kiküldve felderíteni. Ez a sajátos terep az ő sajátos egyéni élete. És mindenki erről tulajdonképpen visszajelzéseket, jelentéseket ad az emberi fajnak, annak a segítségével, hogy az emberiség és az egyén között a nyelv egy olyan összeköttetést teremt, egy olyan visszacsatolási rendszert, amivel az egyén a nem minden, az emberi nem minden tudását használni tudja, illetve az egyes ember minden egyéni tapasztalata rögtön vissza tud csatolódni az emberiséghez. Ez az embernek fajspecifikus tulajdonsága, ilyet a delfineket nem ismerjük eléggé, de a többi állatfaj erre biztos, hogy nem képes. Tehát ez egy emberi sajátosság. És ennek az eszköze, a nyelv, tehát az alapvető eszköze a nyelv, és tulajdonképpen ami ezt az összeköttetést megteremti az egyén és az emberiség között, ez az, amire a filozófia történet a szellem fogalmát kidolgozta. Tehát most nincs idő ennek a kifejtésére, de ezt a túlélési stratégiák és a szellemi termelési mód című könyvünkben elég részletesen kifejtettük. Tehát, hogy ott, hogy ez hogy is van, a szellem tényleg az egyén és az emberi faj közötti alapvető összekötő, és ennek a legfőbb eszköze éppen a szimbolikus gondolkodás, tehát éppen az a szimbolikus gondolkodás, amely ugyanezt az összeköttetésnek a konkrét feladatát látja el. Körülbelül ennyi fért bele abba, amit most itt akartunk adni. Egyetlen egy mondattal zárnám, hogyha azt mondtuk, hogy úgy fogjuk föl, hogy minden egyén az emberiségnek felderítője, akkor Hankis elleméről az elmondható, hogy ő egyrészt tudatában volt, abszolút mértékben tudatában volt ennek, és kiválóan látta el ezt a felderítői feladatát.